A Szerbiai Menekültügyi és Migrációs Főbiztosság még augusztus végén fordult levélben a Törökbecsei Migrációs Bizottsághoz. Egyebek mellett azt kérték, hogy jelöljenek ki épületeket a migránsok elhelyezésére. A bizottság szerint a Jókai Mór Magyar Művelődési Egyesület által használt önkormányzati épületben szükség esetén 50 személyt lehetne elszállásolni. Azért döntöttünk úgy, hogy a Jókai Mór Egyesület otthonát jelöljük ki erre a célra, mert ez az egyetlen olyan épület, amely megfele előfeltételeket tud biztosítani ezeknek az embereknek, azaz van vizes blokja és fűtése. Bár ez a döntés még szeptember 7-én megszületett, az erről szóló értesítést csak hétfőn kézbesítették a Jókai Mór -Magyar Művelődési Egyesületnek. Vezetői értetlenül állnak a Migrációs Bizottság döntése előtt, és azt állítják, hogy lett volna más megoldás is. Ez az egyetlen objektum vagy központ, ahol a kisebbség a tevékenységei folynak, ezzel úgy érezzük, hogy mert ha ez megtörténik, akkor nem revidő idejű lesz, úgy érezzük, hogy amikor sikerült képíteni egy közösséget, ahol sok gyereket bevontunk a munkába, hogy ezt akkor fel kell adnunk. Az önkormányzat épületét a Művelődési Egyesület nem csak használja, de komoly beruházásokkal fejlesztette is azt, sőt az udvarrészben egy új objektumot is felépített. 2003-tól kezdtük a határon túli magyarok hivatalával, az egyik épület részt felújítottuk, a régi iskola és a vada részt. Utána párhuzamosan a nagy terembe, tehát a padlózatot kicseréltük, és hát a legvégén, amit 2000... 7 és 2008-ban fejezték be az az itteni klubhelységnek az adaptálása a tartományi nagy beruházási alapok eszközeivel. Hát az önkormányzat 200 négyzetméter lappal támogatta ezeket a beruházásokat. Törökbecsén nem regisztráltak migránsokat, és a község területén nem halad át migrációs útvonal. Ettől függetlenül minden önkormányzattal szemben hasonló elvárásokat támasztott a szerbiai menekültügyi és migrációs főbiztosság.